Köszöntöm Önöket! Marjai Virág vagyok. Ez itt az Építészet 21. Mai adásunkban az ökológikus építészettel foglalkozunk. Emlékeznek a Három kismalac című mesére? Ott a szalmaház bizonyult a leggyengébb épületnek. A valóságban azonban ez nem biztos, hogy így van. A Börzsöny lábánál fekszik Magyar kút, ahol rátaláltunk erre a kívülről teljesen szokványos házra. Pedig a falak javarészt szalmából készültek. Hőszigetelési okokból került a szalma házba, és egy olyan összetett szerkezete van, hogy faváz tartja a tartószerkezetet. A faváz látja el a tartószerkezetet, belülről hőtárolást és egy ilyen védelmet ad egy 15 centis vályogfalazat, és kívülre pedig a hőszigetelést azt egy 35 centi vastag szalmabála hőszigetelés adja, és aztán mind a két oldalról le van vakolva. Az így kialakuló bő félméteres falak a hagyományos falusi építészetet idézik, mégis egy újnak mondható technológiáról beszélhetünk. A hazai múlt az valahol egy olyan 10 éve kezdődik, tehát akkor kezdődtek ezek a szalmabálás házaknak az adaptációja, de az első történetek az Amerikából az 1900-as évek elején, 1800-as évek végén, tehát ahogy ez a bálázásos technika megjelent, akkor ezt mint építőanyagot is elkezdték használni. Egy ilyen ház építési költségei megegyeznek egy hagyományos szerkezetű épület beruházásával, viszont lényegesen kedvezőbbek egy passzív házénál. Hát előzetesen mi megvizsgáltuk ezt az építésztervező Megyasszai Péterrel, hogy mi lenne, hogyha passzív házat építenénk, vagy mi történne, hogyha egy ilyen öko anyagokból építkező, tehát egy ilyen más típusú irányba mennénk, és ebből egyértelműen az derült ki ebből az összehasonlításból, hogy hát financiálisan is sokkal jobban megéri ez a fajta építkezés. Másrészt azért egy kicsit mi idegenkedtünk a passzív háznak bizonyos megoldásaitól. Ami viszont nagyon izgalmas, hogy a fenntartásnak a költsége az hát ha nem is azt mondom, hogy verhetetlen, de igazából még nem láttam nagyon jobbat ennél. Hát telenként átlagosan olyan 20-24 mázsa közötti tűzifát fogyasztunk, nem is a legszárazabbból, tehát ez abban az évben vásárolt és nyáron kiszáradt tűzifát jelent. Ez azt jelenti, hogy beszerzéstől függően olyan 40-45 ezer forint körül nagyságrend egy tél. És hát elég meleget tartunk, tehát nálunk a lányok azért szeretik, hogyha 21-22-23 fokok is vannak, úgyhogy nincs hideg. Hát a meleg vízre van egy ilyen használati megvíztartályunk, aminek az egyik hőcserélőjére dolgozik ilyenkor télidőben a kályha mögött. Építettünk egy ilyen passzív gravitációs kört, tehát a szivattyú nélkül termeli ott nekünk a melegvizet, és a felső hőcserélőjére pedig dolgozik egy kis gázkazán. De ezt soha nem használjuk. Az ilyen szalmaházak építésénél persze sokkal körültekintőbben kell eljárni az anyagok használata során. Ez még egy ilyen régi mondás, hogy egy ilyen vályogháznak, és ez a szalmára még inkább igaz, hogy nagy kalapja és nagy csizmája legyen, tehát el legyen tartva a víztől. Teljesen jó az időjárás állósága. Mi legkívülre egyébként a vályog tapasztásra tettünk egy mészhabarcs, egy vékony, kb. Fél centis mészhabarcs réteget. Belül a vakolat jó néhány helyen megrepett, tehát ezek még nincsenek kijavítva. Azért nincsenek kijavítva, mert még várunk, mert hogy tapasztalatokat gyűjtünk mindenféle szempontból. Tehát körülbelül hány év az, amíg a teherhordó fa váz, a struktúra megtalálja végleg, tehát teljesen elhelyezkedik. És nem utolsó sorban egy ilyen szalmaház mikroklímája is barátságos tud lenni. Én azt tudom mondani, hogy egyrészt a páratartalom mindig tökéletes. Tehát ezt a mérések is igazolják, hogy 50%-on megáll a páratartalom mérés, sem erre nem mozdul. Nincs az, hogy nyáron száraz a levegő, télen esetleg túlpárás. Nincs, hogy a fürdőszobában túldúsul a pára. A fürdőszoba például soha nem nincs bepárásodva a tükör. Tehát a vályog annyi párát fel tud venni, hogy a páragazdálkodás az épületnek nagyon jó. Olyan, mint a parasztházaké egyébként. Úgyhogy a páragazdálkodás miatt mindig jó a levegő belül. Oxigén is úgy tűnik, hogy mindig elég van. A hőérzettől meg már nem is beszélve. Aki vidékre költözik és keresi a legjobb megoldást, előbb-utóbb találkozik a szalmaház adta előnyökkel is. Sok megkeresés van igazából most is. Az építési költségben ugye nagyjából hozza a
az általános árakat, a műszaki tudásában, a paramétereiben viszont egy kategóriával azért jobb. És hát az, hogy ilyen kevés energiával üzemel, ez nagyon fontos. Nem mindegy, hogy egy épület mennyi energiát fogyaszt. Szegeden egy passzív társasházat vizsgáltunk meg. Általában véve, talán nagyon messziről megközelítve, ez várostervezési szinten, beszélhetnénk anyagáramlásról, vízáramlásról ezen belül is, illetve az építőanyagokról, hogyha kifejezetten a épületeket nézzük, és energiaáramlásról. És a legtöbb épület azt többnyire az élettartalma során használja el a energia nagy részét, tehát körülbelül a 90-95%-át. És egy ilyen épület, mint például ez is, amiben éppen jelenleg vagyunk, ez kb. Annyit fogyaszt el élete során, mint amennyi idő alatt megépítik, tehát a beépített építőanyag előállításához szükséges energia. Ez kb. 50-50% körül lehet. Ezek csak a passzív házakra vagy a közel nulla energiás házakra igazak. És hát a jelen az már az, hogy ezt már le is tudjuk nullázni, tehát úgymond nem is fog használni az épület semmit, vagy már ez teljesen elérhető anyagilag is, és technológiailag is jelenleg Magyarországon. És hát a kérdés az, hogy az a beépített építőanyag, majd ha bontásra kerül, az mi lesz vele, illetve milyen környezetszennyezést okoz előállítása során. Vagy esetleg nem okoz, mert elég gondosan állították elő. Ez talán az egyik nagy csapás iránya az anyag és energiaáramok között, tehát hogy életciklusára véve mi történik úgymond azzal az épülettel, és ezt nyilván lehet városi szinten is nézni, városi léptékben. Egy-egy ilyen ház szintjén a legfontosabb, tehát ha csak az épületet nézzük, hogy miből építkezünk, és körülbelül az a termék mennyit fog fogyasztani. Tehát a házat kifejezetten terméknek tekintem, megfosztva ezzel a egyéb ilyen érzelmi szálaktól, mint hogy mennyire tetszetős, hogy milyen a dizájn, ez egy teljesen külön választható történet. Így most már elérhető árban van az, hogy nulla energiás házat ma Magyarországon egy átlag olyan család, aki egy igényes épületet, vagy egy átlag lakásvásárló, aki egy igényes épületet akar venni, ezt megengedhesse magának. Itt ennél a háznál próbáltunk gázszilikát építőanyagokat használni, kerülni az építési habokat, amennyire csak tudtuk. Abból kifolyólag, hogy ez egyrészt a hulladék, ami nagyon fontos és egy elég nagy költségtétel egy építkezés során, az minimálisra volt leszorítható, és azt tudni kell róla, hogy általában veszélyes hulladékoknak minősülnek az építési habok. Ezt ennél az épületnél teljesen le tudtuk vinni olyan minimális szintre, hogy jóformán több hulladéka volt a idehozott hűtőknek a csomagolásának, mint magának az épületnek. Aztán a következő nagyon fontos dolog volt, hogy akár ez az épület, ha mondjuk 50-100 év múlva elbontják, akkor nem maradjon vissza egy veszélyes hulladékhegy utána. A beton, a hagyományos vasbetonvázas építési mód van egyébként ebben. Várható, hogy a közeljövőben ebben is lesz majd fejlesztés a gyártók felől. Én már várom az olyan kifejezetten csak betongázszilikált épületeket, amik jóval energiahatékonyabban vannak előállítva. Azt kell tudni, hogy azok a többletköltségek, amik elmennek hőszigetelésre, ablakra, illetve a szélöztető rendszerre, azok visszajönnek úgymond azon, hogy nem kell kiépíteni akár gázbekötést, vagy nem kell kiépíteni nagyobb teljesítményű gépeket, illetve hát ez egy olyan pár éven belül megtérül a többletköltség valószínűleg, aki beruház ebbe. Ez épületenként változó. Ahogy nő az épület összértéke, ez
egyre csökkenő többletköltséget jelent. A épületbe felületfűtés, fűtés van, ezt a hőszivattyú látja el egy friss vízállomásos berendezés, ami használatlanuleg vizet is termel, illetve fönt a padlástérben vannak elhelyezve szállóztató berendezések, amik nagy hőviszonyerő képességűek, általában ez a 90% fölötti hatásfokúak, és igen kicsi az áramfogyasztásuk, ami szintén egy nagyon fontos dolog. Kivitelezői szempontból talán érdekes a légtömörség, amihez most nincs még szokva a magyar építőipar. Ebben főleg vannak olyan csomópontok, amikre nagyon előre kell gondolkozni, hogy például a villamos hálózat betápja, illetve a kivezetések esetleg kültér-beltér között nagyon oda kell figyelni. Hasonlóan bármilyen más áttörésen, vakolatnak és az ablakoknak a légtömörsége, az ablakok szalagozása és egyéb ilyen szakmai nüanszok azok, amire úgy oda kell figyelni, ez várhatóan rutin lesz egy pár éven belül szerintem Magyarországon is. Tudják, hogy az ökológikus épületeknek is létezik Forma 1-e, avagy high-tech versenye? Egy nulla energiás üzemben jártunk Komlón. Problémával állunk szemben a világban, nem csak energetikailag, hanem környezeti szempontból is, gazdaságilag is, és politikailag is problémák vannak, nem csak Európában. Ennek az egyik oka az energia. Olyan épületeket szeretnénk tervezni és létesíteni, amelyek jóval kevesebb energiát fogyasztanak, mint a mai épületek. Sőt, mi megcéloztunk egy olyan álmot is, hogy nulla, illetve plusz energiás épületeket hozunk létre, amelyek még több energiát termelnek, mint amennyit használnak. Jelenleg egy olyan épületben vagyunk, amely, ha felfejlesztjük a napelem állományát ennek az épületnek, akkor több energiát tud termelni, mint amennyi az épület fogyasztása. Ahhoz, hogy elérjünk egy ilyen szintet, ahhoz, hogy egy ilyen épületet meg tudjunk tervezni, meg tudjunk valósítani, egy ilyen úgynevezett smart buildinget, ahhoz szükség van smart designra is. Kifejlesztettünk egy speciális tervezési módszert. Talán a leglényegesebb és legújabb fogás vagy eljárás ebben a folyamatban az az, hogy okos eszközöket is bevetünk, dinamikus szimulációkat, numerikus áramlástani szimulációkat alkalmazunk, mégpedig úgy, hogyha egy ötletem van, akkor mindig azt a koncepciót egy nagyon pontos visszacsatolást biztosító szimulációval hitelesítek. Úgy kéne elképzelni, hogy van egy vörös fonal, lépések, stációk vagy állomások. És ezeket az állomásokat két oldalról különböző behatások támadják. Az egyik oldal az a kemény faktor, törvények, előírások, építménymagasság, építésügyi előírások, vagy milyen komfortklíma paramétereket kell létrehozni a belső térben, hőmérséklet, páratartalom, mennyi lehet az épület hővesztesége, stb. Ezek jönnek az egyik oldalról. Ezek azok, amik engem befolyásolnak, ezek definiálják az egészet. A másik oldalról pedig válaszolok ezekre a kemény kritériumokra, vagy feltételekre, válaszolok soft faktorokkal. Vagy más ötletek, amelyek jönnek, modern technológiák, melyeket vegyítünk ezekkel az ősi módszerekkel, ebből tud egy új építészet születni, új koncepciók. Ezeket az új koncepciókat pedig nem pusztán stacionár számításokkal, épületfizikai, energetikai számításokkal validálunk, hitelesítünk, tehát a törvény által meghatározott számítások, épületfizikai, energetikai számításoknak más is a célja. Az nem egy tudományos vagy kutatási fejlesztést szolgál, hanem egy biztonságot biztosít, hogy abban az épületben ténylegesen a hőháztartása az épületnek, a hőigénye vagy a hidegigénye, az elektromos ellátása biztonságosan biztosított legyen. Elmondható, hogy ez a három torony 210.000 köbméter per óra levegőt is át tud öblíteni az épületen, amit gépészettel nagyon nehéz megoldani, vagy nagyon költséges lenne. Egyik legérdekesebb specialitása ennek a tervezési módszernek a szimulációs támogatás tervezés folyamán. És ez a vörös fonal,
amelyek lépések láncolatát, tervezési döntések láncolatát adja. Ennek az összességét ezt le is írtam, összefoglaltam, dokumentáltam, és elneveztem roadmapnek, egyfajta tervezési útleírásnak. És ez egy úti kalauz más tervezők számára is, általánosítva, hogy hogy lehet ilyen épületeket megtervezni egy konkrét példa lefuttatásával természetesen. Nem az a cél, hogy minden épületet telerakjunk, villamosság, elektromosság, gépészet, hanem azt, hogy felmutassuk a maximumot, amit el lehet érni, és ezt levezetve, vagy felvezetve lépcsővezetesen, attól függ, honnan nézem, a hőszigetelés, nyilászárócsere, gépészeti felújítás, stb. Koncepcionális változtatásokkal, felújítás vagy új épület megalkotásakor, én ezt pénztárcára szabva fel tudjam ajánlani a társadalomnak. A lényeg, hogy egy épület energia menedzsmentet hozunk létre, ami még egy nagyon új fogalom véleményem szerint. Hogy mint tervező nem csak megtervezek egy épületet, mint tervező nem csak megépítem utána, mint építész, generálépítész és energia designer vagy energetikai tervező, nem csak megépítem ezt az épületet és utána ott hagyom, hanem utána lekövetem még ezt az épületet, optimális szintre szabályozom és kihozom belőle tényleg azt, amit szerettem volna. A családi házaknál rendkívül fontos az alacsony fűtésszámla. Pécelen egy építész saját családjának tervezett passzív lakóházat. Az ökológikus építészet a hangsúlyt arra helyezi, hogy milyen anyagokból és az egész épületre vonatkozóan holisztikusan minél környezetbarátabb megközelítést próbál találni, tehát minden figyelembe véve. Az energiatudatos építés, építészet az specifikusan elmegy arra, hogy az épületnek az energia mérlege milyen legyen, tehát hogy minél kevesebb energiafelhasználása legyen szükséges ahhoz, hogy az az épület működjön, úgymond az élettartama során. Ami ennél még tovább mutat, és a kettő között egy ilyen kicsit áthidaló irány az, hogy azt is megnézik, hogy az épület építése során felhasznált energia mérleg az milyen, és próbálják azt csökkenteni, mert hát azt tudjuk, hogy körülbelül egy épületnek az elkészítés az annyi energiát vesz igénybe normál esetben, mint maga az élettartama során, amit felhasznál az épület. Mi úgy gondoltuk, hogy az energiára helyezzük a hangsúlyt, mert hát ezzel is foglalkozok igaziból, hogy az épületeknek az energia mérlegét hogyan lehet csökkenteni, és olyan anyagokat felhasználni, amelyek vagy újra felhasználhatók, vagy viszonylag kis energiabevétellel készül. Itt nálunk kb. 200 tonna beton is van az épületben, ami nem biztos, hogy egy ökológikusnak nevezhető, viszont hát azt is lehet mondani, hogy a beton is egy újra felhasználható anyag, és hát élettartam szempontjából lehet, hogy hosszabb ideig fennáll, mint mondjuk egy szalmabálaház. A házunknál 20-30 centi szigetelés van körbe a házon, három rétegű üvegek vannak, és hát az épületnek a déli frontján helyezkedik el az ablakoknak a túlnyomó többségeket. Tehát a helységeket is úgy kellett tervezni, hogy a megvilágítás az délről jön, és hát éjszakról rendkívül kevés. És hát emellett még ugye a megfelelő légtechnika, és fűtés nagyon nincsen. Van egy ilyen spórolási sorrend az energiával, hogy amikor először ugye szigetelem a házat, aztán az ablakokat is próbálom szigetelté tenni, akkor kezd csökkenni a beszivárgó levegő mennyisége, mert a mai magyar épületállomány nagy részénél azért elég sok rés van, ahol a húzat hozza viszi a levegőt, és ezzel a levegő frissességét is biztosítja. Hogyha ezek elzárásra kerülnek, akkor viszont valahogyan biztosítani kell azt, hogy friss levegő legyen. És ez megint egy ilyen hitbeli kérdés az ökológikus és az energiatudatos építészetnek a művelői között, hogy vajon meddig lehet elmenni abba, hogy gépeket használjunk, vagy ne használjunk. Tehát gépek nélkül nem lehet nullára csökkenteni igaziból, csak rendkívül nagy költséggel egy épületnek az energiaigényét. Nálunk van egy hőszivattyú, amely a meleg vizet állítja elő a kimenő levegőnek a hulladék hőjéből, és emellett még van egy légcserélő rendszer, amiben a bejövő levegőt a kimenő levegőnek a hője fűti föl, és akkor ez a
levegő kerül be az épületbe. A nyári árnyékolás az nagyobb kihívás sokszor az ilyen épületeknél, mint a téli fűtetlenség, úgymond. Amíg a fotovoltaikus elemeket nem szereltük fel a tetőre, addig körülbelül havi 20 000 forint volt a villanyszáma. Emellett még a vízszáma volt, mint rezsi, úgyhogy körülbelül ennyi éves szinten egy 200-250 000 forintos rezsit jelent. 140 négyzetméter, és hát két kisgyerek van, ami azt jelenti, hogy állandóan télen is 22 fok körüli hőmérsékletet a teljes házba. Nagyon könnyű megszokni, az ember észre se veszi azt, hogy egy passzív ház, mert ugye sokan azt gondolják, hogy hát nem lehet ablakot nyitni. Lehet ablakot nyitni, mindenhol vannak nálunk is nyitható ablakok, de egyszerűen nem érezzük szükségét, mert állandóan friss levegő van, csak nyáron, amikor esetleg este kinyitjuk, hogy hűljön a levegő, és akkor csicseregnek a madarak. Ez a jövő útja, és ez igazából nem kérdés már. Tehát ez nem egy hitbeli kérdés, vagy nem egy hozzáállás. Jelenleg már hatályos az EU irányelv, ami azt mondja, hogy 2018-20 táján, akinek kell építkezni, annak bizony hasonló nulla közeli energiamérlegű házakat kell építeni. Na hát most a magyar viszonylat ez rendkívül messze van tőle, és hát nincsen egy olyan út sem, ami átvezetne ide. Tehát lesz egy nagyon nagy váltás, és azok az épületek ezután, amik korábban egy sokkal alacsonyabb energia előírási szintnek feleltek csak meg, rendkívüli módon el fognak értéktelenedni az újakhoz képest. Tehát ez nem csak egy ilyen ökológiai kérdés, vagy takarékossági kérdés, hanem az épületeknek az értékét is meghatározza majd. 20 éves időtávon éri meg egy családi házat építeni. Amit mi tapasztaltunk, hogyha valaki okosan csinálja és utána néz a dolgoknak, akkor egy 10-15%-os többletköltséget jelent. Köszönöm figyelmüket! Jövő héten ugyanebben az időpontban várom Önöket. Addig is kövessenek minket az interneten. Viszontlátásra!